azok, akik szeretik a fagyit, az édességet, akkor itt a templom sarkán, majd ott hátul fogtok találni egy jó, finom fagyit, ami vegán fagyi. Megérkeztünk a sátorhoz, itt majd lehet lepihenni, és itt lesz ilyen filmvetítések, Krisna völgye pillanatokról, lesznek ilyen közművészeti ügyességek, ugyanakkor lesznek interjúk, lesz még virtuális körbevezetés a háznál, ott a falon, majd fogtunk látni, itt lesz nagy tévé, LED-fal. Mellette, mivel most nem lesz esküvő rendezvény, bizonyos okok miatt, mindenki tudja, a Gigi, ő lesz a vendégünk, akinek volt esküvője, és ő bemutatja a filmet, és mesél róla, és ugyanakkor fogtok látni a képernyőn az ő esküvőjének a legszebb pillanatokról. És akkor itt a sátor mellett, egy kis ligeten, gyertek, mutatom, itt lesz egy gyereksátor, ugyanakkor egy tánc tanítás, egy professzionális tánc tanároktól lehet tanulni a táncot. Mellette infopont lesz itt, és ugyanakkor itt lesz a szerencsekerék, és a beváltó pont, amit pecsíteteket kaptatok, annak lesz a beváltó pontja. Nagyon jó kis hangulatos terep lesz itt. És egy kicsit arrébb, itt látjátok erre ezt a pár bokrot, mögötte azon a kis ligeten, ott lesz a kis holi, a holi pedig pénteken 16 órától lesz. Siessétek is, gyertek és nézzétek meg, mert ez tényleg színes fesztivál. Mögöttem látható étterem, sátor, vegán, különleges, exkluzív ízeket lehet itt megtapasztalni. Ugyanakkor a krisnavölgyi szervezők és a lakók mindig nagyon törekszenek, hogy minél több örömet és kellemes élményeket szerezenek nektek. Ezért most egy nagy lépés történt, mert az étterembe sorbanállás, érintésmentes online vásárlás lehetőség is lesz, kártyafizetés természetesen. Erről részleteket majd péntek reggel fogunk kommunikálni felétek. Nagyon várunk benneteket, mindenki készül. Ilyenkor nem csak krisnavölgyi lakók, hanem magyarországi krisna tudatú hívők minden városból, ahol vannak közösségek, jönnek ide, hogy szolgálhassanak benneteket, mert itt nagyon-nagyon sok háttérmunka van, és közben, hogy ez működtessen. Ezzel itt próbálnak nektek kedveskedni, hogy nagyon sokan itt szolgálnak, hogy kedves vendégeink jó élményeket kapjanak, jó érezzenek magukat. Nagyon várom benneteket, péntek, szombat, vasárnap, és remélem, hogy találkozunk személyesen is. Hare Krishna!